sokkal jobb játszani, mint ülni a kispadon, és a másokat kommentálni. És azóta is bennem ez megvan, hogy egy életünk van, és ne üldögéljünk a kispadon. Ne hagyjuk, hogy elmenjenek az események, lehetőségek, alkalmak mellettünk. Én mindenkit arra biztatok, a gyerekeinket, de titeket is, hogy hát nem baj, ha kikap a csapat. Nem baj, hogyha, hogy mondjam, kék-zöld foltok vannak, de izgalmasabb élni, mint kommentálni a dolgokat. Isten jó világot teremtett. Nagyban játszik és jól játszik, immár több mint 4 milliárd éve. És az aranykor még előttünk van. Gyermekeinket is abban a szellemben neveljük, hogy Isten nem teremtett selejtet. Minden gyermek egy remek mű, és megtaníthatjuk őket küzdeni. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szavai ezek, aki ezúttal Paksra látogatott. A szerzetes Romániában a kommunizmus évei alatt, amikor még ott tiltott volt az abortusz, kezdte maga köré gyűjteni a nehéz sorban élő fiatalokat. A családokban 16-17 gyerek született, sokukat az utca nevelte fel. Többen fordultak segítséget Böjtéjékhez. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány ma 83 házban több mint 2000 fiatal mindennapjáról gondoskodik. Ezek a kisgyerekek hát az utcáról, a szegénységből jönnek hozzánk. Hát ők azt tapasztalták meg, hogy ők nem értékesek, nem jók. Az emberek keresztül lépnek rajtuk, amikor koldulnak, akkor félrefordítsák az emberek a fejüket. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy őket nekirakjuk valamit alkotni, hogy akár verset mondani, vagy táncolni, vagy rajzolni, vagy írni, vagy bármire, amivel ők ki tudják önmagukat fejezni, ami sikerélményt is jelent. Hát eddig körülbelül 6000 gyereket fogadtunk be, hát ebből több mint 4000 már végzett is. Jelenleg 2100 gyereket gondozunk, és hát ugye most, hogy mondjam, a magyar nyelven sajnos nincs konkurenciánk, tehát hogy a román állam román nyelven Erdélybe is tart fel intézményeket, de logikus, hogy ottan, hát román az anyanyelv, román a beszélő nyelv, ortodoxok lesznek, és én úgy gondolom, hogy hát a gyerekek identitásának megőrzése szempontjából ami munkánk nagyon fontos, mert másképp ugye, tehát elvesztének ezek a gyerekek ugye a magyarságnak, mint a katolikus egyháznak. Kiállítás nyílt az iskola aulájában azokból a rajzokból, melyeket az alapítvány által felkarolt gyerekek készítettek. Sok éves hagyomány, hogy karácsony előtt a középiskola diákjai ajándékcsomagokat állítanak össze az erdélyi gyerekeknek, akik alkotásaikkal köszönik meg mindezt. Idén 805 alkotás érkezett, és ezek közül 94 került fel a paravánokra. Böjte Csaba azt mondja, az öreg fiatalság titka a gyerekekben keresendő. Aki gyerekeket nevel, az mindjárt nem csak a földön jár, hanem földre is ül, mert ugye hát a gyerekek azért visszarántanak bennünket a reális, valós világba. Nagyon, én mindig mondtam, hogy ha szót írhatnák, mondjam, hogy megkérnének, hogy a magyar nemzet számára írjak egy receptet, akkor egy szót írnák rá, a gyermek, gyermekáldás. Én azt hiszem, hogy a gyerek az olyan, mint egy orvosság. Ugye azt is használta, hogy fel kell rázni. Megfogjuk a derekát, földobjuk, kifogjuk, háromszor, négyszer, a gyerek elkezd kacagni, átöleli a nyakunkat, ad egy puszit, és 10 évvel tovább élünk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek azt ajánlom, hogyha fit akar lenni, a jó húsba akar lenni, merjen vállalni gyermeket, merjen akár vér szerint édesapa, édesanyja lenni. És ezt nem csak azért mondom, mert család éve van, hanem azért, mert meg vagyok ebbe győződve. De hogyha ez neki úgy nem jön össze, akkor ugye Szent József Isten akaratából lett egy, hát úgy mondjam, kis Jézusnak az apukája, és hát ilyen József értelemben érzem én is magamot apának, Isten nevében lehet befogadni árva gyerekeket, úgyhogy ez az út is nyitva áll. Bár ez egy pap szájából nem mindennapi, a házasság hete alkalmából arról is mesélt, szerelemtanöstvényt csináltak Erdélyben, Petőfi barangolását követve. A házasság hetében jó, hogyha Petőfinek a szerelmes verseit olvassuk, hogy mennyi érzelem, mennyi romantika, mennyi, hát olyasmi van, amitől azt hiszem ma is elájulnának a lányok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon,
erről beszéltem, és meg is hívtam őket, hogy jöjjenek és járják hosszan, de hát ezt az 50 verset, amit Petőfi Júliához írt, hosszan olvasok, ez már, ezt gondolom, egy nagyon szép időtöltés a házasság hetére.